Több fokogépes merényletre készült az a spanyol terrorsejt, amely 13 embert ölt meg Barcelonában. A rendőrség 120 butánpalackot talált egy Alcanári házban. A hatóságok razziát tartottak a terrorcsoport származása helyén, ahol több embert őrizetbe vettek. A teherautós támadás elkövetői azonban továbbra is szökésben van. Közben Barcelonában gyászmisét tartottak az áldozatok tiszteletére. Egy perces néma csenddel kezdődött a spanyol La Liga szombat esti mérkőzése. A Sevilla fogadta a katalán Espanyol csapatát. A teltházas stadion kivetítőjén a Forza Barcelona felirat állt, kifejezve az együttérzést a terrortámadás áldozatai felé. A 13 halálos áldozatot követelő barcelonai terrortámadás helyszínére ellátogatott 6. Fülöp spanyol király és Letícia királyné is. A királyi pár mécsest helyezett el az emlékhelyen, és meglátogatták a merénylet sebesültjeit is. Vasárnap reggel már Mariano Rajoy miniszterelnökkel és Marcelo Rebelo de Sousa portugál elnökkel együtt vettek részt azon a gyászmisén, amelyet az áldozatok tiszteletére tartottak a barcelonai Sagrada Família templomban. A katalán nagyváros lakói azonban még mindig nem tértek magukhoz a sok hatásból, amelyet a váratlan merényletek okoztak. Barcelona belvárosában fokozott rendőri jelenlétet rendeltek el, de a kormány nem emelte maximumra a terror fenyegetettség szintjét. Az életnek mennie kell tovább a városban, nem állhat meg minden a terrortámadás ellenére sem. Persze félelemben élünk. Amikor felkelünk, minden nap megnézzük a híreket, hogy mi történt, mi nem, vagy mi történhet. Reméljük, hogy nem lesz több terrortámadás, mondja ez a barcelonai férfi. Közben a spanyol hatóságok a terrorcsoport származási helyén, a francia határ melletti Ripollban razziáztak. Az akcióban 3 embert őrizetbe vettek, 2 pedig továbbra is keresnek. Az egyik eltűnt személy a helyi mecset imámja, aki a gyanú szerint komoly szerepet játszhatott a marokkói fiatalok radikalizálódásában. Abdelbak el-Satti a merénylet után elhagyta a mecsetet, a helyiek azóta sem látták. A muszlim közösség elnöke szerint a médiában agymosás zajlik, mert a terrortámadás miatt a muzulmán hívőket próbálják felelőssé tenni. A hatóságok nagy erőkkel keresik a kis teherautóval gázoló 22 éves Younes Abu Yacoubot, akit a barcelonai merénylet kulcsfigurájának tartanak. A terrorista anyja a nyilvánosságnak is üzent. Azt mondta, nem ért egyet fia tettével, és azt akarja, hogy vállaljon érte felelősséget. Közben a katalán rendőrfőnök arról beszélt, hogy a terrorsejt további számos merényletre készült. Az általuk bérelt Alcanári házban 120 butángázpalackot találtak. Josep Trapero hozzátette, a korábban felrobbant házban készítették a robbanó szerkezeteket. Kifejezetten nőket vett célba az a 18 éves marokkói férfi, aki 2 embert megölt, további 8-at pedig megsebesített a finországi Turku városában. A rendőrség terrortámadásnak nevezte a merényletet, a legfrissebb hírek szerint a támadó nem hajlandó vallomást tenni a hatóságoknak. Annyit lehet róla tudni, hogy 2016-ban menedékkérőként érkezett Finnországba, de kérelmét elutasították. A merénylet sebesültjei között svéd és olasz állampolgárok is vannak, közülük 3-nak súlyos az állapota.